Elebrand Máté 28 éves magyar gyalogló atléta. Részt vett már olimpián, EB-n, Univerziádén. Bár egyre sikeresebb, azonban igazából augusztusban került reflektorfénybe, amikor a londoni atlétikai világbajnokságon hallatlan sikert ért el. Az 50 kilométeres gyaloglásban új országos csúccsal 6. helyezett lett. Kiskoromban kipróbáltam a labdarúgást, az úszást, a karatét is, és valahogy egyik sem állt hozzám közel. Először még csak közép- és hosszútávfutó voltam, és amikor gimnáziumba kerültem, akkor edzőt is váltottam, akkor kerültem a jelenlegi edzőhöz, Pokrovszki Józsefhez, és nála akkor már edzettek gyaloglók. Sport számomra hát az élet formámat jelenti. Verseny időszakban 5 órakor kelek, 6 órakor már itt vagyok, és 7 órakor kezdjük az edzést. Ez körülbelül olyan 9:30-ig szokott tartani. Utána indulok vagy gyógytornára, vagy TRX-re, vagy egy kis crossfit edzésre, egy kis edzőtermi erősítés is szükséges nekünk. És utána jön 3 órakor egy délutáni, megint egy gyalogló edzés. Azt mondom neked, hogy siker, arról mi jut eszedbe? Most, mivel nagyon friss, azért a VB 6. helyem. Ez számomra még mindig hihetetlen, pedig már lassan 2 hónapja, hogy a világbajnokságon 6. helyen értem célba. A verseny utáni pár napban még aludni sem nagyon tudtam. Annyira pörögtem, annyira agyaltam ezen, hogy ez tényleg megtörtént, tényleg velem történt, és tényleg sikerült. Helebrand Máté a VB óta egyre nagyobb sztár Nyíregyházán. Már nem telhet el városi sportesemény, hogy ne hívják meg díszvendégnek. Hogy néz ki mondjuk egy reggeli vagy ebéd nálatok? Én úgy tudom elképzelni, hogy csak zöldséget meg csirkét eszel. A rántotta az nem maradhat el, illetve mellé még szoktam ilyen rozsas kenyeret tenni, illetve ha van otthon tonhal, akkor még azt szoktam hozzáadni. A főétkezéseknél meg próbálok tényleg az ilyen száraz húsokat, csirke, pulyka, és mellé rizsát szoktam enni. Barbék vannak ott, látod? Ott hátul. Máté a VB után egy héttel egy újabb kihívás elé állt. Úgy döntött, megnősül. Azt mondom neked, Helebrand Máté, mi az, ami eszedbe jut először? A szerelem, a boldogság, és hát most már így, hogy a nevére vett, most már a saját nevem is, hiszen Helebrandné lettem. Több mint 10 éve ismerjük egymást. Ugyanaz az edzőnk volt, egy helyen edzettünk, ő mint futó, én meg mint gyalogló. Akkor még tényleg csak barátság volt köztünk, aztán pár évre így eltávolodtunk. 5 éve körülbelül megint úgy egymásra találtunk. A tavalyi olimpián benne már nagyon érlelődött az a gondolat, hogy jó lenne ezt a kapcsolatot komolyabbra fordítani. Ivett is kijött Rióba, és hát azt nem hagyhattam ki, hogy ne azon a gyönyörű helyen kérjem meg a kezét. Hosszú előkészület után ott egy szigeten letérdeltem, és úgy kértem meg a kezét.